Az ígéret után itt a bizonyíték. A Sárospatak kártya bevezetése most már nem csak elvi igény a lakosság részéről, hanem hamarosan plastikkártya formájában kézbe vehető valóság. A hosszas kidolgozás után ma már azt is lehet tudni, hogy mely szolgáltatások esetében lehet majd igénybe venni. A patakkártya kibocsátásával kapcsolatos ötlet időközben bővült, úgyhogy nem csak a fürdő kedvezményeit szeretnénk erre a patakkártyára rávezetni, hanem a pataki önkormányzati, vagy nem éppen önkormányzati, vagy éppen nem önkormányzati intézmények által nyújtott kedvezményeket, illetve ehhez a kedvezményrendszerhez csatlakozhatnak, hiszen a lehetőség megvan, és sokan éltek is a csatlakozási lehetőséggel. A pataki vállalkozások, elsősorban éttermek, pizzériák, múzeumok, és sorolhatnám még, hiszen az érdeklődés hál' Istennek elég nagy. A helyieket ezek közül eddig mégis a fürdőt érintő kedvezmény érdekli a legjobban. Örömmel tájékoztathatom a pataki lakosokat, hogy megtörtént a megállapodás a Kft. Ügyvezető igazgatójával, és ennek a megállapodásnak az értelmében az éves bérletből 50%-os kedvezményt tudunk majd adni a pataki lakosoknak. Ez azt jelenti, hogy ha valaki kiváltja a Sárospatak kártyát, aminek a kiváltási költsége 1000 forint lesz, ez egyébként egy arcképpel és személyes adatokkal ellátott plastiklapocska lesz, amelyet rövid időn belül át fogunk alakítani egy mágnes csíkkal ellátott kártyává is. Tehát akik kiváltják ezt a Sárospatak kártyát, nekik az 50 000 forintos éves bérlet bekerülési költsége az 25 000 forint lesz. Bízom benne, hogy ez a kedvezmény az elfogadható lesz a pataki lakosoknak, hiszen itt már nagyon rossz indulatú pletykák alapján több 100 000 forintról is beszéltek, hogy ennyiért lehet majd igénybe venni a fürdő szolgáltatásait. Tehát még egyszer 25 000 forintért lehet azoknak a sárospataki lakosoknak igénybe venni korlátlan használattal egész évben, akik a patak kártya feltételeit elfogadják. A kártyát pedig szerdától lehet igényelni a polgármesteri hivatalban, ahol külön erre a célra létrehozott ügyfélszolgálat segíti az ügyintézést. A helyszínen fényképet készítenek majd, illetve felveszik a személyes adatokat. Ezt követően készítik majd el a plastikkártyát, ami az alpolgármester szerint akár a karácsonyfa alá is kerülhet ajándékként.